Szeretettel köszöntök mindenkit, Őrösi Gábor vagyok, a Várkapitányság kommunikációs igazgatója. Köszönjük, hogy eljöttek a mai sajtóeseményünkre, amelyet hallhatják a Visegrád jövőjét meghatározó Visegrád 700 című program részleteit. Tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit, engedjék meg, hogy a felszólalások sorrendjében mutassam be őket. Fodor Gergely, a Budavári Palotanegyed, a Citadella és a Visegrádi Műemlék Együttes megújításáért felelős kormánybiztos. Dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, és a Fidesz Magyar Polgári Zöldség Pest megye harmadik számú választókerületének elnöke, és Őri Dénes Visegrád polgármestere. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket is, Reinitz Gábor urat, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatóját, és Buzás Gergely urat, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatóját. Szeretném felkérni kormánybiztos urat, hogy tegye meg a fejlesztési bejelentést. Tisztelt államtitkár asszony, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mindenekelőtt köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Genius Loci, avagy a hely szelleme, mondták a régi rómaiak, amikor egy adott hely lelkiségére, az ahhoz való kötődésükre utaltak, vagy megpróbálták felidézni a helyhez kapcsolódó kollektív emlékeiket, hagyományaikat, érzéseiket. A hely szelleme, mondták, amikor sorra vették mindazokat a tárgyi és spirituális értékeket, amik oda kötik őket, és amelyek megőrzését és továbbadását mindennél előbbre valónak tekintették. Hosszú órákig állhatnánk itt, hogyha a hely szellemét próbálnánk meg felidézni, ezért most csak néhány olyan momentumot emelnék ki, amely mai bejelentésünknek értelmezési keretet adhat. Visegrád városa és a terem, ahol állunk, nem csak nekünk, magyaroknak fontos, hanem egész Közép-Európa számára meghatározó és máig ható jelentőséggel bír. Az elmúlt évszázadokban nagy emberek, nagy gondolatai futottak itt össze, amiket nagy tettek követtek, olyanok, amelyek nélkül ma talán egyik nemzet sem tarthatna ott, ahol tart. Itt került sor az 1335-ös királytalálkozóra, ahol Károly Róbert magyar király, Luxemburg János cseh és Nagy Kázmér lengyel királyt fogadta. A történetírás a találkozót igazi magyar diplomáció sikerként értékeli, hiszen az itt kötött megállapodások hosszú távú békét biztosítottak a résztvevő államok között, és megalapozták az országaink közötti gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat. De Visegrád nem csak a magyar diplomácia fellegvára volt, hanem Mátyásnak köszönhetően a reneszánsz építészet egyik remek műve is. A király egy évtized alatt építette újjá elődei palotáját, ahol az itáliai mesterek a korabeli Európa egyik legfényesebb vidéki rezidenciáját hozták létre. Ahogy Bonfini írta, Mátyás Visegrádon a régi királyok magas hegyi várát és az alatta fekvő palotát úgy megnagyobbította, kertekkel, vadaskertekkel, halastavakkal úgy ékesítette, hogy ennek az építkezésnek pompája még a többiét is felülmúlni látszott. A király találkozó után több mint 650 évvel később, 1991-ben a vár ismét nagy jelentőségű eseménynek adhatott otthont. A visegrádi hármak, később négyek együttműködését megerősítő nyilatkozat olyan hagyomány teremtett, amely mára erőssé és teljesítményére méltán büszkévé tette az összefogásban résztvevő nemzeteket. A hely, ahol állunk, szimbolikus jelentőségű. A magyar és az európai történelem és kultúra kiemelkedő helyszíne, a Magyar Királyság egykori fővárosa, a közép-európai együttműködés bölcsője. A magyar, cseh, lengyel és szlovák együttműködés, a V4-ek összefogása ma Európa meghatározó ereje, legyen szó gazdasági teljesítményről, vagy nemzeti önbecsülésről. Mi, közép-európaiak, együtt vagyunk erősek, és az erősek építkeznek. Erősek vagyunk, és szerencsések is, mert az építők generációjához tartozhatunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy itt, ebben a teremben jelenthetek be Önöknek egy most induló újabb nagyszabású fejlesztést, egy olyan építkezést, mely reményeink szerint a térség és az ország gazdasági újraindításának is az egyik motorja lehet. A V4 elnökségét átvevő magyar fél vállalja, hogy a négy nemzet számára is kiemelkedően fontos visegrádi várat és a kapcsolódó műemlékegyüttest jelentőségéhez és múltjához méltó módon állítja helyre. A Visegrád 700 programnak köszönhetően a következő csaknem másfél évtizedben, 2035-re, a királytalálkozó 700. évfordulójára a várat, a várhoz kapcsolódó történelmi épületeket és a környező területeket a hely szelleméhez méltó köntösbe öltöztetjük. Nekem jutott a feladat, hogy a nagyszabású helyreállítást irányítsam. Ebben a munkában továbbra is számítok a várkapitányság szakembereinek tudására és arra a tapasztalatra, amit a budavári palota és a citadella rekonstrukciója során szereztek. Ahogy egykor Mátyás mesterei, úgy ők is két helyen alkothatnak egyszerre, a budai várban és itt Visegrádon. Köszönet illeti mindazokat, akik eddig is mindent megtettek azért, hogy az egykori királyi központot megóvják, mentsék a menthetőt, és lehetőségeikhez mérten fejlesszék a területet. Köszönet a város vezetésének, a Mátyás Király Múzeum munkatársainak és a Pilisi Parkerdő szakembereinek. A Visegrád 700 programmal most közösen egy új korszakot nyithatunk a Dunakanyar legnagyobb látogatóforgalommal rendelkező műemlékének történetében. A munkához haladéktalanul hozzálátunk, hiszen ha körülnéznek a helyszínen, azért Önök is láthatják, hogy a felújítás tovább nem halogatható. Az évente több mint 200 ezer látogatót vonzó épületek és környezetük jelenlegi állapota nem a legszebb időket idézi. A régészeti feltárások és a helyreállítások is több mint 10 éve akadoznak, bármerre jövünk, megyünk, feltáratlan, néhol omladozó látogatók elől ezer területekbe botlunk. A műemlékegyüttes jelentőségéhez képest méltatlan állapotban van, és a 21. századi látogatói igényeket is egyre kevésbé képes kiszolgálni. A Visegrád 700 program az újjászületés programja. A Fellegvár és a Királyi Palota mellett felújítjuk az Alsóvárat és a Salamon tornyot is, az épületeket akadálymentesítjük, és az erődrendszer két pontjának összekapcsolásával teljesen átjárhatóvá tesszük a területet. A várkapitányság szakemberei befejezik az erődítmény régóta esedékes régészeti feltárását, illetve megvalósulhat a völgyzáró fal, illetve a vízibástya rekonstrukciója is. A királyi palota egykor lovagi tornáknak otthont adó területe, kényelmes és látogatóbarát közparkként születik újjá. Megújulnak a műemlékegyüttes közvetlen környezete is, elvégezzük a zöld területek, a parkok, a sétányok rekonstrukcióját, és létrehozunk egy olyan új konferencia és rendezvényközpontot is, amely méltó helyszíne lehet a V4-ek szervezte programoknak. A beruházások során szorosan együttműködünk a térséggel, a várossal, hiszen a program több városi fejlesztést is tartalmaz, amelyről majd az utánam szólók részletesen be fognak számolni Önöknek. A következő időszakban tehát több évtizedes adósságot törlesztünk, amikor helyreállítjuk az egykori királyi központ kiemelkedően fontos építészeti és kultúrtörténeti emlékeit. Károly Róbert 4 hónap alatt hozta tető alá a 3 európai uralkodó nagy jelentőségű megállapodását. Mátyás 1 évtized alatt építette újjá a királyi központot. Antal József a rendszerváltás után 2 évvel látta el kézjegyével a visegrádi országok összefogását megalapozó, máig érvényes nyilatkozatot. Korszakos, a magyar történelem és a magyar kultúra szempontjából jövőbe tekintő, jelentős tettek, igen rövid idő alatt. A számunkra most csaknem 15 év adatot, hogy az 1335-ös királytalálkozó 700. évfordulóját már egy megújult, korszerű, látogatóbarát és izgalmas élményeket tartogató helyszínen ünnepelhessük itt, Visegrádon. A hely szelleme kötelez, mi készen állunk a munkára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük kormány biztos úr beszédét, és szeretném felkérni államtitkár asszonyt, hogy hozza meg velünk a hallgatást.
Tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket itt Visegrádon, amely mindannyiunk számára egy rendkívül szeretett város, és nem különben szeretett úti cél. A gyönyörű panoráma, a világon egyedülálló Dunakanyar látványa, a helyiek vendégszeretete, mellettünk a Pilis, túloldalt a Börzsöny, az épített történelmi, egyházi és kulturális értékek kincses háza, és még számos olyan csoda, amely a környék múltját, jelenét és hamarosan a jövőjét is meghatározza. Visegrád, ahogy mondani szokták, Magyarország egyik ékszerdoboza. Nem csoda tehát, hogy a V4-ek bölcsője Európa szerte turisták célpontjává vált. Visegrád ugyanis hihetetlen vonzerővel bír. Az év minden napjában, minden hónapjában várják azokat, akik szívesen eltöltenek itt pár napot a Dunakanyar szívében, de úgy vélem azok is találhatnak programot maguknak, akik csupán néhány órára kapcsolódnának ki. Történelmi múltjának és egyedi természeti adottságának köszönhetően vált az ország egyik legkülönlegesebb emlékhelyévé, és Európa szerte is ismert idegenforgalmi központtá. Ez pedig mindnyájunknak jó. Jó az ide látogató turistáknak, és jó az őket vendégül látó vállalkozásoknak. A Visegrád 700 fejlesztési program keretén belül megvalósuló projektek arra hivatottak, hogy a visegrádi polgárok és az ide látogató vendégek napról napra jobban érezhessék magukat. A munkák során rendkívül fontos szempont a város működésének fenntartása. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt nem csak azok tudják, akik itt élnek, vagy akik rendszeresen ide látogatnak, hanem ezt már azok az uralkodóink és őseink is tudták, akik Visegrádot a Magyar Királyság és a korábbi Európa egyik központjává emelték. Visegrád több mint 1000 éve a magyar és az európai történelem kiemelkedő helyszíne, ahogy kormánybiztos úr is említette, a közép-európai együttműködés bölcsője, a város nemzeti és nemzetközi jelentősége meghatározó. A Dunakanyar szívében elterülő város előnyös fekvésének és a gazdag műemlék együttesnek köszönhetően mind idegenforgalmi, mind kulturális vonatkozásban belföldön és külföldön egyaránt elismert és népszerű turisztikai célpont. Ahogy kormánybiztos úr említette, az átfogó felújítás azonban régóta várat magára. Az ország ötödik leglátogatottabb, évente több százezer embert vonzó műemlék együttese rangjához méltatlan állapotba került mostanra. Az Alsóvár utolsó nagyobb rekonstrukciója több mint 50 éve volt, a Salamon torony és fogadóépülete vasbeton szerkezeteinek egy része mára súlyosan károsodott, a tetők beáznak, az Alsóvár elektromos rendszer is rendkívül energiapazarló módon működik. Az átfogó felújítás elmaradása óriási károkat okozott, és ezt a környéken élők is úgy vélem, hogy a bőrükön érzik. Ha nincs fejlesztés, megáll a helyi gazdaság motorja. Célunk, hogy újra felvirágoztassuk Visegrádot, és ha Visegrád fejlődnik, fejlődni fog a többi környező település is, fejlődni fog az egész térség. Visegrád az ország fővárosa, a kontinens meghatározó művészeti és szellemi központja volt, és most közösen éppen azon dolgozunk, hogy a 21. században is újra jelentős hely legyen. Azt se felejtsük el, hogy a visegrádi palotának rendkívüli vonzereje van, hiszen ez Európa egyetlen olyan királyi udvara, ahol a lovagi tornapálya ugyanott van, mint 700 évvel ezelőtt. A magyar kormány kiemelt célja, hogy a gazdaság újraindítási akcióterv keretében a Visegrád 700 fejlesztési program részeként támogassa a térségben élőket. Ahogy kormánybiztos úr is említette, a megvalósuló program célkitűzése egyebek mellett a Fellegvár, az oda vezető utakkal együtt, a Királyi Palota, az Alsóvár, a Salamon torony, valamint a műemlékeket összekötő völgyzárófal és a vízibástyát magába foglaló műemlékegyüttes történelmi és szimbolikus jelentőségéhez méltó helyreállítása. Szerepel a programban a városközponti parkoló és sétány kialakítása, de a Makovec Imre tervezte Magyar László tornacsarnok felújítása, a Mogyoróhegyi út és a Panoráma út teljes felújítása is. A fejlesztési program emellett túlmutat,
A műemléki rekonstrukción kiemelt célja, hogy magas minőségű, többdimenziós területfejlesztési keretet adjon, amely során összehangolt ingatlanfejlesztési, kulturális, infrastrukturális és turisztikai beruházások valósulhatnak meg a Visegrádi Király találkozó 700 éves évfordulójára 2035-re időzítve. Bár egymástól nagyon eltérőnek tűnnek, azt gondolom, a programban szereplő beruházások, azonban céljukban egy és ugyanazt szeretnék elérni. Műemléki környezetben végzett állami beruházások, amelyek egyaránt szolgálnak turisztikai célokat, az épített örökségünk megőrzését, emellett pedig a gazdaság újraindítását is elősegítik, mivel alapvetően építési beruházásokról beszélünk. Hálás köszönet kormánybiztos úrnak és a várkapitányság kollégáinak, polgármester úrnak és munkatársainak, hogy így együtt közösen tehetjük szebbé és még vonzóbbá Visegrád történelmi városát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük államtitkár asszony szavait, és felkérjük polgármesterre, hogy elhagyja a szívét. Tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt államtitkár asszony, kedves visegrádiak és kedves vendégeink itt és a Dunakanyar valamennyi településén, kedves honfitársaink! Köszöntöm Önöket Visegrádon, az élő középkor városában, a Dunakanyar szívében. Napjainkban hazánk legkisebb városai közé tartozunk, 1801 visegrádi polgárral, de felelősségünk és feladatunk annál nagyobb, hiszen itt őrizzük történelmünk, épített örökségünk, nemzeti értékeink meghatározó hagyatékait. A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben, és talán még az azt megelőző években is, sok-sok álmunkat megfogalmaztuk, papírra vetettük, és meg is terveztük. Voltam itt többször is. Azt szokták mondani, hogy az idő múlása begyógyíthatja sebeinket, a várakozás türelemre tanít, és azt pedig tudjuk, hogy a türelem rózsát terem. A mai naptól kezdve a Visegrád 700 fejlesztési program biztosít lehetőséget számunkra, hogy a megvalósítással foglalkozzunk. Az elmúlt másfél évben újult erővel kezdtük meg a korábban félbe maradt építkezéseink befejezését, romos épületeink felújítását. A következő években épített örökségünk, műemlékeink rekonstrukciója mellett számos fejlesztés is megvalósulhat városunkban. A Visegrád 700 fejlesztési program biztosít számunkra forrást a Magyar László tornacsarnok felújításának befejezésére. Az épületet Makovec Imre Ibl és Kossuth Díjas építész tervezte, és személyes irányításával készült el. Az 1987-ben birtokba vett épület, akkor én 8. diák voltam, a Visegrádi Április Általános Iskola diákja. Több mint másfél évtizede fogalmazódott meg először a szándék a város részéről, hogy felújítsa a tornacsarnokot. Most régi új pompájában fog tündökölni még idén ősszel. Folytatjuk és befejezzük az elmúlt évben megkezdett városközponti parkolónkat, melyhez kapcsolódó sétányon még az idén nyáron a 40 éves Makovec tábor résztvevői egy pihenő pavilont építenek, és 40 őshonos gyümölcsfát ültetnek el az országos tündérprogram keretén belül. A gyümölcsfákat visegrádi gyermekek fogadják örökbe és gondozzák majd. Folytatjuk a Dunaparton a vízélet újraindítását, melyet még a 80-as évek derekán a bős nagymarosi vízlépcső építését megelőzően vettek el tőlünk visegrádiaktól. Talán még nagyobb jelentőséggel bír, hogy megújulhatnak útjaink, melyek összekötik a visegrádi fellegvárat és városunkat, ennek kapcsán megújul a Kálvária és a Viktorin sétány egyaránt. A több mint másfél évtizeden megkezdett homlokzatfelújítási programunkat is felgyorsíthatjuk. A következő években a Magyaróvegyi Szabadidőközpontban nagyszabású fejlesztéseket, új turisztikai attrakciók létrehozását tervezzük a Pilisi parkerdővel. Visegrádon évente több mint 1 millió pihenni és kikapcsolódni vágyó vendéget fogadunk. Szeretném kiemelni dr. Vitáv és Eszter államtitkár asszony szavait, miszerint a Visegrád 700 fejlesztési program keretén belül megvalósuló projektek arra hivatottak, hogy a visegrádi polgárok és vendégeink napról napra jobban érezhessék majd magukat. A munkák során rendkívül fontos, hogy a város működését fenntartsuk. Mi visegrádiak csupán őrzői vagyunk ennek a csodálatos településnek, amely az egész kárpát-medencei magyarság kulturális öröksége. A múltunk viszont csak akkor érdekes, ha van fiatalságunk, és tovább tudjuk adni értékeinket gyermekeinknek, unokáinknak.
Szeretném megköszönni mindazok áldozatos és kitartó munkáját, akik a Visegrád 700 fejlesztési program elindításában részt vettek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!